Hali papi, mami, mindenkinek. Itt vagyok, megint. Jézusom, de szarú. Boldog új évet, meg így osztom a boldog új éveket így mindenkinek, meg a karácsonyi üdvözleteket. Mert nem volt rendes karácsonyi üdvözlés vlogom. Nem tudtam sajnos csinálni, ezért ne haragudjatok, elnézéseket kérem, vagy elnézéseteket kérem. Na, de hát itt van az új évnek az első vlogja, úgy néz ki. Hát nekem a 2023 az egy, tényleg mondhatom, hogy nekem ez egy raklapszar volt. Én tényleg, nekem ez egy ilyen démon volt ez a 2023, komolyan mondom. Nekem szinte csak rosszat hozott. Hát nagyon remélem, hogy a 2024 az majd valamit azért tartogat számomra. De egyébként nem is akarok erről beszélni, mert nekem az egész karácsonytól egészen a szilveszter éjszakáig olyan botrányos dolgok történtek velem. Tényleg ilyen magánügyi dolgok, nem is akarok belemenni, meg a medivel. Én tényleg beszélni se akarok róla, megmondom. Őszintén szerencsére vége, le van zárva. Rájöttem így az év végén is egyébként, hogy tényleg én ilyen űrhajó hangra szoktam így meditálni, nem tudom, aki követ. Főleg akkor volt sokszor, amikor csináltam ilyen valamilyen kúrát, és tök jó kikapcsolódás volt, hogy nem tudom, valamiért erre a hangra relaxálni tudok, meg el tudom magam engedni. De 2020-ban rájöttem, hogy én egyébként valószínűleg egy ilyen űrhajó anyahajón fekszem, és ott gondolom az egész életemet. Hát szerintem nincsen életem, én ott fekszek, és ott én ott vagyok. Teljesen biztos vagyok benne. Nem tudom, hogy ti hol álmodjátok az életeteket. Bocsi, kimegyek még neki, majd visszajövök ide. Én ott álmodom, tehát én az űrhajón vagyok. Ez a megfejtésem, ez szinte biztos, és azért hallom azt a hangot, és ilyen fasságokat találtam ki magamnak. Próbálom megváltoztatni az álmomat, hogy valami értelmeset álmodjak végre. De egyébként meg az is lehet, hogy meghaltam, mert már arra is gondoltam, hogy meghaltam, és akkor hogy a hajón vagyok, és hogyha meghalsz, akkor így vezekelsz, hogy aztán így álmodsz egy ilyen életet. És szerintem én már szerintem meghaltam, amúgy azon is gondolkodtam. Milyen kis vidám témával jöttem nektek új évben, nem? Hogyha figyelj, eddig jó kedvetek volt, akkor majd most nem lesz. Amúgy milyen vicces, nem? Hogyha ezt is álmodom, meg én találom ki, akkor kinek csinálom ezt? Mert akkor benneteket is csak kitaláltalak. A te szemszögedből, meg ha egyszer tényleg hallgatsz engem, akkor meg azt te találtad amúgy ki. Tehát én most azt hiszed, hogy én találtam ki azt, hogy te hallgass, közben te találtál ki engem, hogy én mondjam ezt neked, hogy ezt hallgatod, érted? Na, hát egy soha véget nem ér, ebben meg nincsen elem, ez egy kézi habverőleg belőle. Szóval nem tudom ti, hogy vagytok vele ezzel az álom dologgal, vagy nektek teljesültek-e az álmaitok 2023-ban, vagy egyáltalán volt-e valami, vagy van-e valami céljaitok 2024-ben. Én egyébként hiszek a fogadalmakba, tehát nekem semmi bajom azzal, valaki megfogadja, hogy idén le fog fogyni, csak hogy ilyen sztereotipikus dolgot mondjak, vagy nem tudom, mit fog csinálni. Én amúgy hiszek ebben, mert szerintem egy jó löket, de tudjátok, én a karácsonyban is hiszek meg ilyen baromságban, ilyen szentimentális öreg úr vagyok én már. Én ezekben hiszek, meg hiszek abban, hogyha valaki így megfogad valamit új évre, akkor lehet, hogy ad neki valami minimális löketet valamiben. De tök mindegy, mit fogad meg, csak hogy értek, van egy ilyen kis húzóerő, vagy egy ilyen nyomás az emberen, hogy új év van, meg megfogadtam, és akkor talán egy picit jobban inspirálja az embert. Nagyon szívesen csinálnék új dolgokat, megmondom őszintén, 2024-re nekem például így vlogolás, meg ami benneteket érint videózás szempontjából, én ezt nem szeretném egyáltalán így hagyni. Én nagyon szívesen, például nekem podcast az mindig ilyen nagy ilyen sérelmem, hogy most már mindenki podcastezik, és már olyan szempontból sérelmem, hogy nagyon szeretnék én is, csak az egyedül ugye nem nagyon lehet,
volt annak idején ez a Podi FM is, ez a rádiózás, nem tudom, nagyon rádióznék például, nekem ez a mániám, nekem ez így ilyen nagyon közel áll hozzám egyébként, hogy csak hang van például, de tudom, hogy valamiért az emberek meg jobban szeretik, hogyha van hozzá egy kép, van egy arc hozzá, aki társul, tehát ezt is így figyelembe veszem. Hát nyilván nem tudom, szerintem rohadtul nem voltam aktív 2023-ban, nem is csodálom. 24-ben szeretnék egy picit aktívabb lenni, így videózás szempontjából szeretném egy picit így, nem tudom, csinálnék mást. Nem tudom még, hogy mit, valamilyen vonalat vinnék, valami mást csinálnék, a legesleg nehezebb valami mást csinálni, abból, hogy kéne valami megbízható társ a videózásban, akivel nagyon hosszú távon viszonylag sűrűn lehet videókat készíteni, akár podcasteket, akár kibeszélő műsorokat, jó lenne így elmélkedni dolgokról valakivel. Gondolkodtam azon is, hogy mondjuk ezt be lehetne úgy hozni, hogy esetleg, már majdnem megint a Skype, nincsen Skype, hogy Discordon esetleg hanganyaggal beszélgetni, vagy képpel is akár így csatlakozni, és akkor úgy beszélni, de ott meg nem annyira jó a minőség, ezért szeretem, hogy a minőség van. Mert a Vizivipa Live-oknál is az a két mikrofon, és akkor van normális hang, hát ezt szerintem nagyon fontos, tehát hogyha nincsen normális hang, akkor nem tudom, valaki miért vesz fel videót. Egyébként látok baromi sok olyat, hogy ilyen nagyon szép a kép, de komolyan ilyen le a kalap, rohadt szépen be van világ, de kimegyek a képből egy kicsit, tudjátok, ezért speciális ez a vlog, hogy nézitek a nagy semmit. Látok ilyen izét, tudjátok, ilyen baromi durván megcsinált, is vagyok, ilyen nagyon durván megcsinált videót, de akár egy csaj is, tudjátok, jó, sminkem, hú, nagyon jó, és ilyen szar a hang, nem hall meg a kamerának a hangját használja. És akkor így nem szoktam érteni ilyenkor, hogy nekem attól elmegy a kedvem, megmondom őszintén. Tehát a hang azt szerintem nagyon-nagyon fontos egy vlogban. Valamit, egy headset, vagy valamit rakjon már fel aztán. Azt nem mondom, hogy változtam így év végére, vagy változtak a körülöttem lévő emberek, vagy dolgok. Továbbra is egy picit ilyen antiszociálisnak érzem a környezetemet. Főleg mondom így azok az emberek, akikhez semmi közöm, az továbbra is ilyen borzalmasan rossz tapasztalatom van. Nem tudom, a direkt jópofiskodás, meg a direkt odaszólogatás, meg a beszédkezdeményezés, vagy beszélgetés kezdeményezés, ez még mindig nem így az én asztalom. Főleg, amikor az embernek ilyen ember így szarul van, vagy mondjuk kutyám itt szarul van, és akkor jönnek, és akkor így hú, na ettől ugyanúgy még mindig ki tudok borulni, megmondom őszintén, de egyébként meg megmondom őszintén, próbálkoztam ezzel is, hogy próbálok ilyen jó pofa lenni, meg ilyen normális, hogyha valaki úgy közelít, hogy tényleg tudom, hogy nem akar rosszat, csak nekem most éppen ez így nem megy. Szóval ezen így megmondom őszintén, dolgozom, meg próbálok jó pofát vágni sokszor, de észrevettem, hogy nem megy, meg nem, ha nem akarok jó pofát vágni, akkor nem fogok jó pofát vágni, de még mindig olyan nagy ez az empátia készségem, amit így tudom, hogy tehát ezen például javítani kéne. A múltkor egyébként, akkor meg gyorsan ezt elmesem, hogy a hugommal bementünk a Vodafone-ba egy telefont kiüttetni, egy régi telefont, egy 5 éves telefont, hogy független legyen, mert most már van ilyen, hogy bemész, és akkor kéred, hogy független legyen. És ott ült tényleg egy ilyen csaj, egy ilyen nagy, ilyen, azért mondom így, egy nagy dagat, ilyen hegyomlás csaj ott ült, így be volt durcizva, azért mondom így, mert én már akkor látom, hogy az összes ezzel kapcsolatos frusztrációja az így ömlik így az emberre, hogy ott mindenki biztos bántja, és ezért dögöljön meg mindenki. Én komolyan, tehát nem tudom, tényleg ezt így már láttam, hogy ő ilyen durcás fejjel ott van. Pedig hát tudjátok, hogy én soha nem mondok senkire ilyet, mert én is voltam túlsúlyos, nekem ez egy tök fontos az életmód, meg a sport, meg tényleg minden ezzel kapcsolatos dolgot én tök tisztelek, meg már
tök mindegy, nem magyarázkodom ezerszer, aki lát, az tudja, hogy én soha nem mondok ilyet, de komolyan, de ott ült, és így nem tudom, így az, ahogy viselkedett gyerekeket, de komolyan, de ilyen nincsen, tehát nincsen. Oda kibaszta így a telefonomat, hogy ez rég független, és így lebaszta, és így néztünk egymásra a húgommal, hogy így mi történik, vagy mi van, és akkor így próbálsz így normális lenni, mert látom, hogy neki valami rossz, mert rossz az élete, mert rossz minden a hogy biztos őt mindig bántják, meg nem, és akkor próbálok, és így engem bánt, de mint az állat, és akkor ez független, és akkor mondtam neki, hogy de nem független, nézzük meg, akkor rakjuk már bele a kártyát, jó, akkor rakjuk be, és akkor így elkezdett ilyen gémkapocsal ott így tuszkolja a telefont, nincsen hozzá eszközük egy Vodafone-ba, hogy így kiszúrja normális, így ez a gémkapocsal, vagy mivel így kihajtja, és ott így szurkálja, beletesz, és aztán megint így kibassza. Kész. Mondom, mi kész? Hát nézzük már meg, hogy működik-e. Az működik. Hugo megfogta, elkezdett hívni róla, mondom, nem működik, hát nézd már meg, léci. És akkor mutatom neki, hogy nem regisztrált a hálózaton ez a kártya. Így vállat von, rossz a kártya. Mondom, nem rossz, figyelj, mondom, egy perce telefonáltunk volna, nem rossz a kártya. Akkor sérült. Hát de mondom, nem sérült, mondom, akkor addig, de húgom kivett az iPhone-ját, beraktuk, az független, mondom, akkor nézzük már meg az övét is, nézzük meg, hogy nem a telefonnal van valami, csináljunk már valami, baszki, hallod. És akkor persze működöttek, de mondom, itt működik, nézd meg, a kártya, ott meg, abba meg az. És akkor így ülünk. Mondom, most mi történik? Ha nem tudja, szerinte rossz. Elküldenéd akkor izére, kártya függetlenítésre, mert nem független a telefon. Jó, hát ő megírhatja, de most így, nem tudom, megírta. Húgom kérdez, egyébként van egy pár előfizetése, hogy egy állistát tudsz adni, mert szívesen váltana lassan telefon. Nincs állista. Interneten fönn van minden. Húgom meg ilyen nagyon kedvesen. Ja, jó, csak ne arra, ugye azért kérdeztem, hogy szoktak lenni kint ilyen állista papírok, meg mit tudom, én most nem láttam kint. Ja, hát lehet, hogy ott van kint. És hogy fölállt, na, akkor megnézem, hogy van-e. Hú, mondom, köszönjük szépen. És ilyenkor nem az van, tudjátok, hogy jó, figyelj, itt álljunk meg, állj, forgatás, álljon le. Figyelj, kérek valaki mást, jó, ne haragudjál meg, jöjjön ide valaki más, aki nem ilyen életuntan, undorító, bunkó, paraszt módon bánik itt azért, mert leültél, és ki szeretnél üttetni egy telefont. És még mindig az van, hogy nem, nincsen bennem, hogy felállok, és figyelj, így takarodjál már az a picsába komolyan, vagy miért dolgozott, vagy hívd ide a főnököt, hogy figyelj, menj már a faszomba, mi ez a stílus, mert tényleg egyébként ezt érdemelni. És biztos van, aki föláll, és én meg nem az vagyok még mindig, tudjátok. És akkor, jó, és akkor, jó, de nem, és próbálsz ilyen hangszínt találni, hogy hát, ha szarnapja volt, meg ő bántják, ő a üzé, a dagi lány, aki most engem utál, mert ide, tehát ne, mi van, miért? Na, nem kell, nem érdekel már. Na, szóval nem érdekel. És ilyen, nem, mondom, nem. Na, ez például, amin szeretnék változtatni, hogyha nekem ilyen kellemetlen helyzetem van az életem, akkor életemben, akkor ne érdekeljen már az, hogy megbántom azt, aki teljesen alaptalanul saját frusztrációival, vagy saját rossz indulatával, vagy szarnapjával engem kezd el megbántani. És úgy mentünk haza, komolyan a húgommal, majd mentünk, és a húgom is mondta, hú, basszus. Egymás néz, mint egy jó Isten. Mondta, hogy akkor se vásárolnék itt komolyan, hogyha kötelező lenne. Szóval, na, mindegy. Ennek ellenére meg egyébként csak, hogy egy pozitívat is mondjak, utána bementünk egyébként a médiába, MediaMarktba, ott volt két ilyen fiatal kis suhanc gyerek, és olyan kis normálisan tudnak odajönni, beszélgetni, vidámak, azokat meg a vevők osztják, hogy és akkor még akkor is tud normális lenni, meg mit tudom én. És oda mentünk, és ott volt két ilyen kölyök, és tök normálisan tudtak válaszolni, meg segítettek, meg kivettek egy telefon, meg megmutatták, meg megnézte, hogy ő nem tudja, de beüti a számítógépbe, elmondta, na, mi nem lehet ilyen normálisan. Elidegesített ez a... De tök nem egy hajón vagyok, ezt is én. Te látjátok, hogy ilyeneket találok ki magamnak, hogy magamat csesszem föl. Ezt nem nagyon értem, mondjuk, hogy miért találok ilyen történeteket magamnak, ha ott vagyok a hajón, és hallom a hajó hangját, és már
álmodom az egészet. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok, meghallgattátok ezt a vlogot. Tavalyról még annyit, hogy nem tudom, valószínűleg volt sok olyan, amikor kiálltam olyan emberek mellett is, akik mellett, hát nem biztos, hogy feltétlenül kellett volna. Én mindig megvizsgáltam mind a két oldalt életemben, és esetleg aki mellett kiálltam, és lehet, hogy így tök nem is kellett volna, ezek az emberek lehet, hogy valójában nem is tudják, hogy ez történt. Igaz, Hali, papi, mami? Na, köszönöm, hogy megnéztétek, papi, mami.